Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Böjt második vasárnapján. Énekeljük el közösen az Isten tisztelet elején a 194-es számú énekünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Emlékezzél meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, védj körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket. Légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Böjt második vasárnapjának prédikációs textusát, úgy, amint azokat megírva találjuk a Máté szerinti evangélium 20. fejezetében, a 20. verstől kezdődően a következőképpen. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt, leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Az így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön országodba. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Azok így feleltek, ki tudjuk inni. Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok, de hogy kijöjjön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ti közöttetek nem ez a rend, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek,
Böjti időszak van, böjt második vasárnapja, böjt az Istennek odaszánt életnek a kiemelt időszaka, a befelefordulás, az imádkozásnak az időszaka. Nem, mint hogyha egyébként nem kellene imádkozni, nem kellene az Istenhez odafordulni, de még inkább böjtben, ebben a bűnbánati időszakban, még inkább fontos, hogy ezt megtegyük, elcsendesedve, oda térdelve az Isten elé, legalább lélekben, hozzá kiáltva és őt meghallgatva. Az a kérdés, amelyet a mai igében ez az asszony, Zebedeus felesége és a két fia, Jakab és János apostol Jézus elé terjeszt, tulajdonképpen egy kérés. Jézus felé mennek egy kéréssel. Mondhatnánk nyugodtan, hogy ez egy imádság, hiszen Jézus segítségét kérik valamiben. Szabad tehát erre az egész történetre, egész ige szakaszra úgy tekinteni, mint egy imádságra és mint egy imádságnak a történetére. És első olvasásra, vagy talán kicsit messzebbről haladva a lényeg felé azt láthatjuk, hogy ez egy nagyon szép imádság. Nem abban az értelemben nagyon szép ez az imádság, mint ahogyan egy nagyon cizellált, kiművelt költő megfogalmazza szavait, és szinte versbe írja le mindazt, amit mondani szeretne az Istennek, hanem éppen az alázata miatt, éppen a szelítsége miatt, és éppen ahogy Jézus megszólítják, amiatt szép ez az imádság. De szép a tartalma is. Az asszony azt akarja, hogy a gyermekei az Isten országában még közelebb lehessenek Jézushoz. Milyen sok szülőt megszégyenít ez a mozdulat, az imádságnak ez a tartalma. Azt szeretné ez az asszony, hogy majd az életük után, a földi életük után Krisztus szívéhez még közelebb legyen az ő két fia. Milyen sok ember imádkozik a gyerekéért. Szeretnék, hogy valamiféle karriert találjanak, szeretnék, hogy boldoguljanak ebben a világban, boldogságuk legyen. Szeretnék, hogyha az ő életük rendezett lenne. És hogyha ebben a történetben, hogyha ebben a kérésben Jézushoz útjukban áll, akkor egyből félre tudják tenni nagyon sokan Krisztust az életükből, a gyermekük életéből, mint valamiféle fölösleges terhet. Nagyon szép ebben az imádságban maga az, amiért megszületik. Nem áll elő azzal az asszony, hogy milyen nagy áldozatot hozott az ő családja azért, hogy Jézus mellé két fiát is odaállította, elengedte Jézus követésére. Nem indokolja a két fiú kiválóságával, nem hivatkozik arra, hogy a három oszlopos apostolnak mind a kettő tagja, egyszerűen nem indokolja a kérését az asszony. Ebben benne van az a bizonságtétel, hogy a kérés indoklása nem bennük, hanem Krisztusban van. Hiszen éppen egy fejezettel hamarabb Máté evangéliumának 19. fejezetében a tanítványának 12 királyi székéről beszél. Az írástudók pedig ehhez még hozzáteszik Zakariás 4. fejezetéből, az arany gyertyatartó melletti két olajfa látomásának magyarázatát éppen úgy, mint hogy a Messiás mellett majd lesz két felszentelt vagy felkent, két méltóság, akiknek külön helyük van majd Jézus mellett. Az ígére és az ígéretre alapozza a kérését tehát az asszony és a két fiú. Nagyon szép ennek az igének még az alázatossága is. Leborulnak Krisztus elé, és kérik, hogy kérhessenek tőle valamit. Csak akkor terjesztik elő a kérést, amikor Jézus erre bátorítja őket. Milyen jó látni azt, hogy van még ilyen alázat, vagy hogy volt ilyen alázat. Amikor valaki Jézust arra kéri, hogy hallgassa meg őt. Még mielőtt a kérését megfogalmazná, azt kéri, hogy szálljon rá időt. És akkor, amikor mi Jézust bombázzuk a kéréseinkkel, talán sokszor felületes kéréseinkkel,
vagy követeléseinkkel, jusson eszünkbe ennek az asszonynak az imádsága. Ahogy leborul, az a mozdulat, ahogy Jézus elé tárja az ő kérését. Nagyon szép ebben az imádságban a tisztelet, nagyon szép az, ahogy feltekint ez az asszony Jézusra. És nagyon szép ebben az imádságban az is, hogy egy asszony a két felnőtt gyermekével együtt imádkozik. Vajon mi szoktunk-e még, tudunk-e imádkozni felnőtt gyermekeinkkel? Vajon van-e még olyan család, ahol együtt borulnak az Isten szín előtt térdükre, kérve könyörökbe valakiért, valakinek az egészségért, valakinek a gyógyulásáért. Ebben az imádságban, ami nagyon szépnek tűnik első ránézésre és felületes szemlélődve, mégis azt látjuk, hogy belekeveredik az emberi gyarlóság. Van egy imádság, ami jónak és szépnek tűnik, és aztán valahogy ott van mellette az emberi gyarlóság. Azt szokták mondani, hogy az Isten egy templomot épít, az ördög, a gonosz, mellette egyből egy kocsmát épít. Ahol valami jó megjelenik, ahol az Isten ügye elkezd előre mozdulni, vagy egy ember szívében előre indul valami, megmozdul valami, elindul és lángra kap, a hite útjára lép, akkor a gonosz, a sátán egyből elkezd munkálkodni, hogy valamit mégis tudjon ez ellen tenni. Talán éppen egy kísértés, talán éppen egy szó, talán éppen egy mondat, talán éppen egy elcsendesítés, vagy éppen egy bagatellizálás. Ezt most nem kell elmondani. Ez nem olyan fontos, hogy megosszuk vele. Ezért nem muszáj térdre ereszkedni. Nem olyan nagy ügy ez. Nagyon sokszor, amikor éppen az ima életünkről van szó, akkor, amikor az Istenhez közelítenénk, megjelenik a kísértő, úgy, ahogy megjelent Jézusnak is a pusztában, akkor, amikor a 40 napos völgye után megkísérti. Jézus meghallgatja az imádságot, és az első felelete az, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Jézus éppen az előző versekben beszél arról, hogy szenvednie kell, hogy az életének egy olyan szakasza következik, ami fájdalommal lesz el, ami megaláztatás útján vezet, ami egészen a halálig tart majd. Tulajdonképpen valami olyasmivel foglalkozik most az asszony és a két gyermeke, ami messze túlmutat azon, ahová Jézus tart. Olyan talán, mint az az ember, az a katona, aki készül a frontra, készül a háborúba, száll fel a vonatra, és azon gondolkodik majd, hogy milyen jó lesz hazatérni. Milyen jó lesz, hogyha valaki megdicséri a kitüntetések miatt. Jó lesz majd végigvonulni az utcán, a faluban, a fes egyenruhában, és milyen boldog, békés életet kezd majd a háború után. Csak éppen azt felejti el menet közben, hogy lehet, hogy nem is ér haza a frontról. Lehet, hogy hadirokkantként száll majd le hazafele vonatról. Nagyon furcsa ez a kérés, és Jézus sem érti ezt a kérdést. És tulajdonképpen nem, hogy Jézus nem érti, de a két tanítvány nem érti, hogy mit kérnek. Ha tudnák azt, hogy éppen majd a két lator helyét kérik, akik a keresztfán függő Krisztus mellett vannak jobbról és balról, akkor valószínű, hogy nagyon halkan, vagy nagyon halkán tették volna az imádságukat. Vagy lehet, hogy vártak volna még ezzel az imádsággal, vagy lehet, hogy soha nem merészkedtek volna elő ezzel a kéréssel. És milyen jó az, hogy az Isten tudja sokszor, hogy mi nem is tudjuk azt, hogy mit kérünk. És milyen jó, hogy nem büntet bennünket sokszor az Isten azzal, hogy teljesíti a mi kérésünket, kívánságunkat, amit megfogalmazunk az imádságainkban. Gondolunk-e arra, amikor látszólag eredménytelen az imádságunk, hogy kesergünk azért, hogy az Isten nem teljesíti, pedig az Isten egyszerűen annál sokkal jobban szeret minket, mint hogy hagyja, hogy az, amit tudatlanságunkban kérünk, az beteljesedjék.
Ebben a kezdetben szépnek tűnő imádságban beleférkőzik még a bűn is. Beleférkőzik még a kísértő is. Az asszony és a két fia maga is érzi, hogy kérésükben valami nincsen rendjén. Különben miért titkolóznának? Miért nem mennek ezzel a kéréssel vagy kérdéssel előállni akkor, amikor ott van a másik 10 tanítvány? Miért várják meg az alkalmas pillanatot, amikor ők valami miatt lemaradnak, és végre ők együtt maradhatnak Jézussal? Miért mondják olyan suttogva a kérést, hogy a közeledő tanítvány csapat csak Jézus válaszát hallva következtet arra, hogy vajon mit kérhettek tőle? És miért hívja segítségül ez a két fiú az édesanyját, akiket Jézus szeretett, és akik olyan közel voltak hozzá, és akik olyan sokszor voltak Jézus mellett, és ismerték nagyon jól őt? Miért kérték az édesanyjuk közbeni járását? Úrrá lett fölöttük az uralomvágy, vagy a hatalomvágy, és az a fajta nagyra vágyás lett úrrá rajtuk, amitől olyan sokszor intette Jézus a tanítványokat. Nem volt nekik elég a többi tanítványjal az egyforma királyi szék. Nem volt elég nekik az, hogy ők a 12-ből egy lehettek. Többet akartak ennél. A többi tanítvány felé akartak talán kerülni. És ez maga a bűn. A bűn pedig mindig bűnt szokott kiváltani. A 10 tanítvány is nehezte Jézusra. Márk evangéliumának 10. fejezetében szintén olvashatjuk ezt a történetet, és egyenesen azt olvassuk ott, hogy a 10 tanítvány megharagudott a testvérpárra. És ne felejtsük el, hogy ebben a 10 tanítványban ott van Máté evangélista is. És ő maga is őszintén megírja, megvallja, hogy bizony neheztelő is a két testvére. Megszűnt tehát az a tanítvány összhang, ami eddig jellemezte őket. Megszűnt az a fajta közösség, megszűnt az a fajta békesség, ami eddig jellemezte őket. És Jézus nagyon jól látta, hogy komolyan kell venni ezt a kérdést, és nagyon jól látta, hogy azt a helyzetet is komolyan kell venni, amit ez a kérés felvetés okozott a 12 tanítvány között. Éppen ezért Jézus egy nagyon komoly tanítást ad számukra. Egyszer valaki azt mondta, hogy a nagyra vágyás az ember legalsó ruhája. Ezt veti le az ember legutoljára, de ezt veszi fel mindig legelőször. És a megszentelődés harcában ez a gonosz utolsó búvóhelye, ha meglankodunk, itt üti fel a kísértő talán legelőször a fejét. Az imádságra szeretnénk mindig választ kapni. Szeretnénk, hogyha az Isten mindig teljesíteni a mi imádságunkat. Az imádságunkra Jézus nem csak azzal felel, hogy teljesíti vagy nem teljesíti az imádságot, vagy a kérésünket, vagy azzal, hogy később teljesíti a kérésünket, hanem sokszor azzal is, hogy tanítást ad nekünk az imádság teljesítése helyett. Zebedeus fiainak is kitérő feleletet ad, de azzal együtt csodálatos tanítást nyújtott át nekik. Gondolunk-e arra, amikor az Isten megszólítjuk, valamit kérünk tőle, az Isten nem teljesíti, vagy nem úgy teljesíti, vagy nem abban az időben, vagy gyorsaságban teljesíti, ahogy mi szeretnénk, gondolunk-e arra, hogy az Isten lehet, hogy egyszerűen csak magához szeretne vonni bennünket. Valamiféle olyan tanításban szeretne részesíteni bennünket, amire nekünk éppen akkor szükségünk van. Az asszony és a fiai, hiszem, hogy megtanulták a leckét. Az anyát, Zebedeus fiainak az anyját, ott találjuk a kereszt alatt lévő asszonyok között, akik kitartó hűséggel ott maradták és követték Jézust egészen a keresztig, a kereszt alálig. Jakab és János, a két testvér, többé nem indulatoskodtak, mint amikor a mennydörgés fiainak nevezte őket Jézus. Jakab egyike lesz a jeruzsálemi gyülekezet vezetőinek, de nem uralkodik a híveken, hanem szolgál nekik. Jánosból pedig a szeretet apostol lesz.
És azt gondolom, ez sokkal több, mindenféle kitüntetett helynél, amivel Jézus éppen megajándékozhatta volna őket. Ez a tanítás, és nem csak a tanítás maga az elmélet, hanem az a közösség és az a szeretet, amiben bevont ezeket a tanítványokat. Ez a tanítás, amit kapnak, valóban sokkal több, mint egy ismeretbővítés. Nagyon, nagyon sokkal több, mint valami ismeret átadás. Nem más ez, mint a kötelék még szorosabb vonása Jézus és a tanítvány között. A tanítványok és a szolgálat között. Jézus eddig is beszélt arról, hogy meg fog majd halni, de eddig nem mondta meg, hogy miért fog meghalni. Most először jelenti ki azt, hogy miért kell meghalnia, most beszél először a válság titkáról. Most először mondja meg, hogy a halálával meg fogja váltani az embereket. Amikor az Úr nem teljesíti a kérésünket azonnal és egyből, akkor mindig valamiféle mélységbe akar bennünket vinni. Közelebb akar bennünket magához vinni, és közelebb akar bennünket vinni a váltságnak a titkához. Eltelt egy kis idő, egy évtized telt el a kérés vagy az imádság után, és Heródes Agrippa király Krisztus után 44-ben véres üldözése szánja el magát a keresztények ellen. Az első, akit elfogad, nem más, mint a két testvér, az egy testvérpárból, az egyik Jakab. Ő az apostolok között az első vértan. Eltelt ezután újabb hosszú időszak, talán egy fél évszázad is, és a sokat szenvedett, számkivetést is elhordozott idős János apostol néz szembe a halállal. Ő az utolsó élő apostol. Idős, öreg ajkai már nem tudnak másról beszélni, csak a legfontosabbról. És ezt mondja az őt hallgatóknak, hogy fiacskáim, gyermekek, szeretteim, szeressétek egymást. Mindketten átélnek valamit, mindketten átkerülnek egy másik tanítói szintre, és mindketten átkerülnek egy olyan mélységbe, ahová Jézus bevonta őket, éppen a kérésük miatt, és a kérésükre adott tanítás miatt. Mind a ketten meghalnak, mind a ketten reménység szerint az Isten országába kerültek. Hogy hányadik helyet kapták az Isten országában, nem lehet tudni, de valószínű ők sem törődtek már ezzel. Hiszen megkapták a tanítást, hiszen Jézus elmondta nekik, hogy nem az a fontos, amire ők készültek. És ők is boldogok voltak, hogy egyáltalán ott lehetnek. Próbáljuk mi magunk is így a bőti időszakban végig gondolni imádságunkat, vagy egy imádságunknak a történetét. Miből születik meg egy kérés, miből születik meg egy fohász? Hogyan tudom ezt Jézusnak elmondani? Hogyan hajtom meg a fejem, hogyan hajtom meg a térdemet, még mielőtt imádságra szólítanám és imádságra készülnék? És hogyan hallom meg a csendben az Isten válaszát, az Isten tanítását, vagy hogyan várom és hogyan tapasztalom meg az Isten imádságomra adott meghallgatást. Hiszem azt, hogy minden egyes imádságban, független attól, hogy az Isten teljesít és akkor teljesít, ahogy én szeretném vagy nem, az Isten mélyebbre visz bennünket, akár hitünkben, akár pedig a váltság megértésében, a váltság titkában. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, áldunk téged végtelen szeretetedért, amelyel szerettél minket bűnösöket, amikor megaláztad magadat, és engedelmes voltál mind halálig, a kereszt halálig. Áldunk, hogy viseled betegségeinket, hordozott fájdalmainkat, és magadra veszed bűneink büntetését, hogy sebéd által meggyógyuljunk, és békességünk legyen. Isten báránya, aki elveszed a világ bűnét, a keresztfán kiontott véreddel töröld el vétkeinket. Szereteted erejével győzd le kételkedésünket, és igéddel vigasztald meg szívünket.
igaz és hűséges főpapunk, aki áldozatoddal megnyitottad előttünk az utat az örök szentélybe mennyiatyánkhoz. Segíts, hogy hívő szívvel ragaszkodjunk hozzá, és áldozatod erejével naponként meghalljunk a bűnnek. Keresztre feszített Jézusunk, add kegyelmedet, hogy hű tanítványaidként mi is magunkra vegyük keresztünket, és úgy kövessünk téged, a mennyben pedig színed előtt örökké dicsérjünk azokkal együtt, akiket megváltottál véred által. Urunk, meghajolunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről, Hajdú Jánosnéről és Valach Istvánnéről emlékezünk meg imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedjél velük kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk. Akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múlva örömmel. Urunk, hallgass meg kérünk imádságunkat, amikor együtt még mindannyian így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Istenek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Keresztény gyülekezet, Isten tiszteletünk végeztével énekeljük el a 197-es számú énekünket. Erős várom Istenünk. Thank you.